van, akibe feltétel nélkül meg tudok bízni, és ezek csak kipróbált, hosszú távon kipróbált kapcsolatok lehetnek, hiszen aki az üzleti életben ennyi időt eltölt már, mint én, és ennek különböző szegmenseiben, hát az megtapasztalta a különböző kísérleteket, hogy akarták átverni, hogy akartak a bizalmába férkőzni, és így tovább. Én azért szerencsére ezt elkerültem, mert alapvetően nem bizalmatlan vagyok, de inkább óvatos vagyok, így mondanám, ilyen gyanakvó az emberekkel kapcsolatban, tehát hosszú idő kell ahhoz, hogy valakit közel engedjek magamhoz, és ez így volt akkor is, amikor gyerek voltam, sok haverom volt, de igazi jó barátom, akivel elmentünk kolbászt lopni, mondjuk, olyan kevés volt, vagy...